Az is előfordulhat, hogy valaki véletlenül kattint ezekre a gombokra, és ilyenkor segítséget nyújthat az, hogy egy ilyen megerősítő ablak is fölugrik. Tehát ezt a megerősítő párbeszéd ablakot az ellenőrzés, illetve az újrapróbálkozásnál is be lehet kapcsolni. Tehát, ha például ide kattintok, akkor az ellenőrzésnél, hogyha ezt kiválasztom, akkor pedig az újrapróbálkozásnál is föl fog ugrani egy ilyen megerősítő képernyőn, nézzük meg, hogy ez hogy működik. Tehát, például most kiválasztom az egyik megoldást, és rákattintok az ellenőrzésre, és ekkor megkérdezi, hogy biztosan be akarom-e fejezni. Ez elsősorban olyankor lehet érdekes, hogyha. Itt éles tesztkörnyezetben vagy dolgozatírási, zárt helyi írási környezetben alkalmazzuk ezt a feladattípust, mert akkor el lehet kerülni a véletlen beadást, tehát így vissza lehet ellenőrizni, hogy tényleg így gondolta-e a tanuló a feladat leadását. Ilyenkor lehet választani a mégsemet vagy pedig lehet választani a megerősítést és akkor ebben az esetben természetesen ki fogja írni a, a helyes megoldást. A következő lehetőség az automatikus válasz ellenőrzés. Ez természetesen felül fogja írni a ellenőrző ablaknak a létét, hiszen nem lehet egyszerre automatikusan is válaszolni, meg rá is kérdezni arra, hogy most akarjuk-e ellenőrizni. Nézzük meg, hogy ilyenkor mi történik. Tehát, hogyha most az automatikus ellenőrzés volt bekapcsolva, és rákattintok, nem fogja megkérdezni azt, hogy tényleg szeretném-e ellenőrizni, sőt, nem is jelent meg a beadás gomb. Tehát figyeljük meg még egyszer, ha most rákattintok a válaszra, nincs már check gomb, tehát nem, nem is kellene leadnom ezt a kérdést, mert azonnal megadja rá a választ. A következő lehetőség a helyes és a rossz válasz esetén történt visszajelzést szolgálja. A módszertanilag nagyon helyes, hogyha a tanulók visszajelzést kapnak arról, hogy az ő válaszuk az helyes volt-e vagy helytelen, de nem csak magának a jó válasznak a tényét kell közölni vele, hanem főleg a rossz válasz esetén érdemes megadni azt a pármondatos vagy párszavas választ, hogy miért nem volt rossz, vagy miért nem volt jó az a megoldás, amit beadott de természetesen a pozitív megerősítés is sokat számít. Nem kell itt hosszú szövegekre gondolni, nincs is túlságosan hosszú szövegre lehetőség ezekben a mezőkben, viszont egy tényleg egy pár szavas, egy rövid mondatos visszajelzést nem árt, hogy adunk. Itt ezekben a mezőkben két változót is lehet használni, ami a pontszám és az összes megszerezhető pontszámnak a az értékét tudja megjeleníteni. Itt egy ilyen igaz-hamis kérdés esetén ennek nincsen különösebben nagy jelentősége, már mint a pontszámnak, de például egy feleletválasztós kérdésnél, ahol esetleg 5-ből 3-at kell kiválasztani, ott elképzelhető, hogy valaki kiválasztott az 5-ből Kettő jót, egyet pedig rosszul, és akkor más pontszámot kap, és ezt itt meg akarjuk jeleníteni, akkor a változók használatával tudjuk. Tehát jó válasz esetén ide beírunk valamilyen üzenetet, tehát például azt, hogy helyesen válaszoltál, mert ez tényleg zöld és nem piros mondjuk kimaradt egy betű, és ide megadom a változókat, hogy ennyi pontot kaptál az elérhető, és akkor ide pedig a másik változót használom. Ugye ez egy kukac jellel kezdődik a változónak a jelzése, és így, ha ezt kipróbáljuk, megnézzük, hogy mit fog eredményezni. Most egy jó választ adok, és ki is írta a megerősítést, és a pontszámokat is szépen ott feltüntette. Ugyanezzel a logikával a rossz válasznál is meg tudjuk adni ezeket a visszajelzéseket. Ezzel mindenféleképpen érdemes élni. Nyilván nem az igaz-hamis válaszoknál van ennek a legnagyobb, lé, vagy igaz hamis kérdéseknél van ennek a legnagyobb létjogosultsága, inkább az összetettebb, bonyolultabb feladattípusoknál. De a használatuk mindenféleképpen ajánlott.